játékot, a Cagebolt. Futball, ahol nincs megállás. Egy mondatban összefoglalva, ez a ketrec futball, azaz a Cageball, amely hazánkban is egyre népszerűbb. A szabadidősport hazai rajongói a külön az erre kialakított Cageball pontpályáin mérhetik össze erejüket. Az épületben négy ketrecben lehet rúgni a labdát, de lehetőség van más sportágak kipróbálására is. A létesítmény alkotói egy igazi közösségi hely megteremtésén fáradoznak. Ezt a helyet azért hoztuk létre, hogy azoknak is sportolási élményt nyújtsunk, akiket egyébként elég nehéz otthonról kimozdítani. Amikor ezt a helyszínt létrehoztuk, a Cageball pontot, az volt a fő célunk az egésszel, hogy olyan élményt nyújtsunk az embereknek, olyan kikapcsolódást, ahová szívesen járnak vissza, ahová közösségek jönnek. Ugye az egyik célja ennek az egész helynek egy közösségi hely megteremtése. A Cageball olyannyira kedvelt hazánkban, hogy immáron szövetség is segíti a lelkes ketrec futballistákat, így profi szervezés jellemzi a tornákat. Hát amit mi tudunk ajánlani a Cageball-al kapcsolatban, az az, hogyha valaki meg akar tanulni focizni, mint hogy itt a háta mögött a melléket távol is mutatja, annak ez a legjobb. Erre is találták ki egyébként német eredetű a játék, alapozása, technikai fejlesztése, illetve nem beszélve arról, hogy az általános kondíciót rendkívüli módon tudja fejleszteni. A Cageball titka a játék gyorsaságában rejlik. A ketrecnek köszönhetően a labda nem hagyja el a pályát, ezért a hat játékosnak nincs ideje a pihenésre. Cserélni csak a gólok után van lehetőség, így a játékosok alaposan elfáradnak a 2x20 perces mérkőzések végére. A játékot fékezett pattogású, a hagyományosnál kisebb méretű labdával játsszák. Ez egy olyan sportág, ami nagyon-nagyon élvezhető, ugye egy nagyon pörgős játék, palánk van mindenhol, fölül, oldalt, hátul, nincs sehol a labda. Mindenképp a gyorsaságot tudnám ajánlani, a gyors gondolkodást, ez egy nagyon fontos dolog benne, illetve a lövések technikáját is megtanulja az ember, ugye kiskapu van, nincs egyszerű dolog a csatároknak, tehát el kell találni a kaput. A Cageballnak hatalmas jövőt jósolnak a szakértők és a rajongók. Egy biztos, a cipőkkel ellentétben a játékosok mély nyomot hagytak a pályán.